A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ebben az esztendőben is megrendezték Soponyán a vadgasztronómiai fesztivált. Az ökocentrumban egész nap a vadhús népszerűsítésé volt a főszerep, de a fesztivál idén is jó lehetőséget biztosított, teremtett a természet, a vadászati kultúra és a vadgasztronómia szerelmeseinek. Hagyományokhoz hűen idén is Soponya adott otthont a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválnak és az ezzel párhuzamosan megrendezésre kerülő Fejér megyei vadásznapnak. Majoros Gábor, a vendéglátó Vadex ZRT vezérigazgatója megnyitó beszédében örömének adott hangot, hogy a vadásztársadalom képviselői ismét találkozhattak ezen a tradicionális rendezvényen. Nagy örömöm számunkra, hogy a vadgasztronómiai fesztiválunkkal együtt kerül immár sokat szóra megrendezésre a Fejér megyei vadásznap is. Köszöntöm ezért a nagy számban megjelölő vadászbarátainkat is. Köszönöm, hogy ismét ilyen nagy számban eljöttek a vadgasztronómiai eme ünnepére. Mint mondtam, jubileum nap a mai. Jubileum, mivel immár 15. alkalommal kerül megrendezésre a 2007-ben útjára indított vadgasztronómiai fesztivál. Úgy terveztem, hogy most ez alkalomból nem arról fogok önöknek beszámolni, kísérőadást tartani, hogy hol, milyen természeti körülmények között, milyen adottságokkal gazdálkodik társaságunk, a Vadex Mezőföldi Erdő és Vadgazdálkodási ZRT-nk Fejér megyében. Bizonyára sokan ismerik azokat a számadatokat, hogy hány ezer hektár erdőterületen hány ezer köbméter tűzifát termelünk évente, vagy hány ezer hektár vadászterületen mennyi vadat lövetünk, vagy hogy milyen jelentős a szerepe van társaságunk életében a vadfeldolgozásnak, a vadfeldolgozó üzemünk működtetésének. Ezekkel úgy döntöttem, hogy most nem fogom önöket untatni. Egy ilyen jubileumi alkalom arra készteti az embert ugyanis, hogy számvetést csináljon, és visszagondoljon az elmúlt évek vadgasztronómiai fesztiváljaira. Mi is volt az eredeti cél? Sikeres rendezvényeket tudhatunk-e magunk mögött? Mit adtak a nekünk és vendégeinknek, látogatóinknak az elmúlt 15 év rendezvényei? És végig gondoltam azt, hogy ennek kapcsán mit is csinál egy házigazda? Először ötletel, dönt, majd szervez, készül, lelkesít, hisz, reménykedik, bizakodik, majd nagyon elfárad. Az ötletelés. 2007. szeptemberében nyitottuk meg Soponyán ezt az erdészeti, vadászati és ökoturisztikai központunkat. Ötleteltünk, hogy hogyan tudunk minél szélesebb körű tájékoztatást adni arról, hogy a korábban zárt protokoll vadászterület látogatása már korlátozás nélküli. Hogyan tudjuk ennek a vadászterületnek a múltját, jelenét és a jövőjét és a sárvízvölgye tájvédelmi körzetben található természeti értékeket megismertetni a nagy közönséggel? Hogyan tudjuk vajon a nyugat-európai piacokon értékesített vadhús termékeinket a hazai, magyar piacon népszerűsíteni és nagyobb százalékban eladni? Mi kell ahhoz, hogy a kiváló minőségű magyar vadhús fogyasztása itthon is népszerű legyen? Mi kell ahhoz, hogy a vevők bátran nyúljanak az áruházak polcain, a hűtőpoltokban, a vadhús szaküzletekben sorakozó vaddisznó, szarvas, őz, fácán és vadnyúl termékeinkhez? Hisz jellemzően még mindig félnek elkészíteni a vadételeket a háziasszonyok. Talán túl is misztifikálják ezt. Ezen rossz beidegzősen változtatni kell. De hogyan? És aztán jött a döntés. Szervezzünk egy vadételfőző versenyt azzal a céllal, hogy reklámot csináljunk a vadhús termékeknek, a vadgasztronómiának, reklámot csináljunk az újonnan megnyitott ökoturisztikai központunknak. Nagyképűen vadgasztronómiai fesztivált hirdettünk, meg is hívtunk vagy 5 főzőcsapatot. Az első alkalommal alig 200-an voltunk, főzők, vendégek, látogatók, fellépők, igazi családias hangulatban.
mindez 16 évvel ezelőtt 2007-ben. Ma itt 93 főzősátornál közel 400 szakács, illetve kukta készül arra, hogy megmutassa tudományát, elkápráztassa a rangos, pártatlan szakmai zsűrit, egymást és a látogatókat. Több mint 5000 vendégre számítunk a mai napon. Nagyon nagy örömünkre már lengyel, román, cseh és szlovák csapatok is részt vesznek a találkozón, mely úgy gondolom mára valóban egy nemzetközi gasztronómiai fesztiválá vált. A házigazda lelkesít, hisz és reménykedik. Lelkesítettük egymást, önmagunkat, hogy képesek vagyunk megvalósítani azt az álmot, hogy ne csak a nagy terítékű vaddisznó és fácánvadászatokról legyen ismert a Vadex mezőföldi ZRT, hanem a vadhús feldolgozójáról, a vadhús termékeiről, a vadgasztronómiában betöltött vezető szerepvállalásáról is. Hittünk, változatlanul hiszünk a kollektívánkban, kollégiáinkban, akik alapfeladatukon túl munkájuk mellett vállalták, vállalják fel a rengeteg szervező előkészítő több hónapos munkát, hogy meg tudunk szervezni egy ilyen egyre nagyobb szabású gasztronómiai találkozót is. Minden alkalommal reménykedünk, hogy lesz elegendő látogatónk, hogy nem jön semmi váratlan közbe, hogy a főrendező jó időt biztosít a fesztivál napjára, és hogy minden vendégünk megelégedéssel, jól lakottan, szó szerint véve is jó szájízzel távozik a nap végén. Kollektívánk mindennapjai ezen célok által vezérelve telnek. Munkásságunk szerves részévé vált a vadgasztronómia felkarolása, a vadhús fogyasztás népszerűsítése, a vadászati kultúra ápolása, a vadászati hagyományok őrzése. Az immár 15. alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi vadgasztronómiai fesztiválunkkal hagyományt is teremtettünk. Folyamatosan nő a hazai vadhús fogyasztás, keresetté váltak a termékeink. Elmondható, hogy ma újra kultusza van a vadhús fogyasztásnak, a vadgasztronómiának Magyarországon és szerte a világban. Gondoljunk csak a világ legnagyobb szakácsversenyére, a Bocuse d'Orra, ahol már több egyszer is a magyar vadhúst, a mi termékeinket választják alapanyagnak. A Vadex mezőföldi ZRT lelkes fesztivál szervezőinek sikerét támasztja alá az évek óta több mint 5000 rendszeres látogató, de az is, hogy az országban egyre több a vadételfőző verseny, a vadgasztronómia köré szervezett találkozó, ételbemutató, egyre több és színvonalasabb szakácskönyv témája a vadhús elkészítése. Külön öröm számomra, hogy ebben az évben a fesztiválunkkal közösen kerül ismét megrendezésre a Fejér megyei vadásznap. Az erdőgazdaságunk gímszarvas trófea bemutatója, Magyarország kiváló preparátorainak emlékkiállítása, a Murai Galéria vadászfestménytárlata, kézművesek termékbemutatója egytől egyik hozzájárulnak a megyei vadásznap kiemelkedő programjaihoz. Szeretném nem csak a vadászbarátaink figyelmét felhívni erre a színpad előtt kiállított kapitális gím trófeára, melyet egy német vadász pár napja ejtett el a Fehérvár csurgói vadászterületünkön. A vadgasztronómia területén szervezett különböző bemutatók és látványfőzések pedig reményem szerint minden vendégünk tetszését elnyerik. Büszkék vagyunk arra, hogy már rangnak tekintik a főzőcsapatok a fesztiválunkon való részvételt, és olyan magas színvonalat képviselő szó szerint ételkölteményekkel, alkotásokkal jelentkeznek, melyek a csúcs gasztronómiát képviselik. Befejezésül engedjék meg, hogy hálásan megköszönjem támogatóinknak, szponzorainknak a segítségét, a fesztivál sikeréhez való hozzájárulásukat. Külön köszönöm minden kollégámnak, szervezőnek, rendezőnek, szereplőnek az áldozatos, kitartó munkáját. Önöknek, látogatóinknak, vendégeinknek pedig szívből kívánok jó szórakozást, egy igazi kulturális és kulináris élményt a mai napra. Lászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszédében hangsúlyozta, a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál a természet, a vadászati kultúra és a vadgasztronómia szerelmeseinek nemzetközi találkozója, amely kiváló lehetőséget ad a vadhús, mint konyhai alapanyag népszerűsítésére, széleskörű felhasználási területeinek megismertetésére, ezzel együtt az erdőben, vadban és vadászatban rejlő lehetőségek bemutatására, mindezt tartalmas kikapcsolódási és minőségi szórakozási lehetőségek biztosításával fűszerezve. Köszönet a 15 év alatt a folyamatos megvalósítóknak, hiszen én magam a Nagyszántóföldi Napoknak az egyik rendezője, pontosan tudom, hogy milyen feladat
és milyen munka rejtezik amögött, hogy egy ilyen rendezvény ilyen színvonalon tartósan összejöjjön. Ebben nagyon sok munka van, és nagyon sok eredmény van, mint amit hallottunk is. Úgyhogy ma itt az a kérésem, hogy ezen a csodálatos helyen mindenki, aki a vadhússal kapcsolatban információt akar szerezni, az bátran menjen oda a séfekhez. Bátran kérdezzen tőlük, hiszen ők azok az emberek, azok a vadászok, azok a szakácsok, akik örömmel átadják az ismereteket. És bár azt szokták mondani, hogy a gyakorlat fontos az ember életébe, legfeljebb mosolyogva szoktam hozzátenni, hogy sokba kerül, vagy egy kicsit szégyenkezik az ember, ha maga akar vadételeket csak önálló kútfejből előállítani, és akkor van az, hogy bizony elmondják neki a barátok, hogy hát ezt még a kutya is csak szolidaritásból ette meg. Tehát ne következzen be ez, és mindenki dicsekedhessen otthon is, és vendégei előtt is azokkal az étkekkel, amit itt láthatunk, és elsajátíthatunk. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokat fejlődött a vadhús fogyasztás, és a minisztérium jóvoltából kormányzati intézkedések alapján a közétkeztetésnek is része tud lenni, és ez egy fontos dolog. Fontos dolog, mert van hova fejlődnünk, hiszen jelenleg 0,2 kg per fő per év a vadhús fogyasztás, és az is inkább a középkorú és idősebb korúak vonatkozásába valósul meg. Ezért öröm számomra fiatal csapatokat, fiatalokat látni itt, hiszen ők képviselik ebbe nyilvánvaló a jövőt. És amikor ma beszélünk erről a csodálatos fesztiválról, akkor nem mehetünk el amellett, hogy igenis nagyon nagy aszály volt idén a mezőgazdaságban, háborús körülmények vannak, és ebbe az időszakban az összefogás rendkívül fontos a jelennek és természetesen a jövőnek. Hiszen összefogás nélkül sehova sem tudunk jutni. És ahogy rámegyünk az internetre, és főleg a vadászokkal kapcsolatban, teljesen ellentétes vélemények is vannak időnként egy blogon belül, pár héten belül. Erre szoktam mondani, hogy ezek az emberek úgy változtatják a véleményüket, mint színusz hullámok az előjeleiket. Tehát igenis a szélsőségek ellen fel kell lépnünk. A szakma szentségét meg kell őrizni. Én 43 éve kezdtem Fejér megyébe a pályafutásomat, és azt kell mondanom, hogy mezőgazdászként soha nem volt konfliktusom a természetvédőkkel, vadászokkal, erdészekkel, hiszen szakemberek. Igenis, ma már nagyon sok bot csinálta, és itt nem az eredeti szakértőkre gondolok, szakmával, bírókkal, hanem olyan szakértő van, aki kikiáltja magát a bölcsek kövének, a hordozónak. Ő a grálnak a előadója. És bizony, akkor csak azt kell mondanom, hogy soha életembe nem akartam szakértő lenni. Én mindig szakember akartam lenni, és bízom benne, hogy sikerült is ilyen értelemben. Tehát igen, válasszuk le magunkról mindazokat, akik egy szakma szentségét tönkre tudják, vagy tönkre akarják tenni. Nagyon fontos tehát az a fajta összefogás, ami a szakmára alapozott. De viszont a mai nap az maradjon a kikapcsolódásé. Maradjon nyilvánvaló a önfelett pihenésé, bizonyos értelemben a szakismeretek bővítéséért és a kellemes időtöltésért. Hiszen nagyon-nagyon sok tennivalónk van és lesz.
kamara nevében én csak megköszönni tudom a meghívást, megköszönni tudom, hogy a kamara minden módon segítheti és védnökölheti ezt a jeles rendezvényt. És végezetül csak annyit tudok mondani. Üdv a vadásznak, tisztelet a vadnak, és köszönet mindenért a Jóistennek. Nagy István agrárminiszter köszöntőjében megerősítette, a vadászat szorosan kapcsolódik nemzeti hagyományainkhoz. A vadászat nem csak kultúra, hagyomány és természetvédelem, hanem egészséges élelmiszert is előállító tevékenység, ezért az Agrártárca kiemelten támogatja a hazadi vadásztársadalmat, és azért dolgozik, hogy minél többen megismerjék és átéljék azt az inspiráló erőt, amelyet a természetben való egyszerű létezés öröme adhat az embernek. Végtően fontos az, hogy ismét találkozhatunk, hiszen összejövetelünk nem pusztán jó hangulatot, az együttlét örömét adják, de egyben értékközvetítő szereppel is bírnak. A magyar vadásztársadalom ilyenkor ízelítőt adhat tudásából, bölcsességéből és arról is, hogy hogy szemléli a világunkat. Sokszor elmondták már, hogy a vadászat szorosan kapcsolódik a kultúránkhoz. Maga a vadászat és a természet féltő szeretete is egyfajta kultúra. Egyben inspiráció is, amely számtalan művészt ihletett alkotása, és nem pusztítása. Nagyon-nagyon fontosak az ilyen rendezvények, amelyek most megyéről megyére születnek és rendeződnek, hiszen alkalom arra, hogy a társadalom széles rétegei számára kinyissuk az erdőket. Megmutassuk az erdő kincseit. Megmutassuk azt a csodálatos világot, amely övezi. És megmutatja azt a munkát, azt az egyensúlyt teremtő felelősséget, amelyet az ember végez. Az erdész és a vadász közösen. Megteremti azt az egyensúlyt, amely biztosítja a normális életműködést. Napokban sokszor szemtanúi lehettünk annak, hogy politikai célokból mire használják föl az erdőket. A leghatározottabban vissza kell ezt utasítanunk minden erdész és minden vadász nevében. Hiszen a legelkötelezettebbek, a legtermészetközelibbek éppen maguk az erdészek. Tőlük félteni az erdőt olyan politikai baklövés, amelyet a lehető leghatározottabban vissza kell utasítani. Hisz közöttünk nincsen olyan, aki ne féltené. Hisz mi mindnyájan úgy tekintünk a természetre, úgy tekintünk a természet védelemre, hogy az nekünk emberi kötelesség. Nem csak természetvédelem, hanem teremtésvédelem is egyben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Agrárminisztériumban arra törekszünk, hogy támogassuk a hazai vadásztársadalmat, és elősegítsük, hogy minél többen megismerjék és átéljék azt az inspiráló erőt, amelyet a természetben való egyszerű létezés öröme adhat az embernek. Magyarország a tavalyi évben nagy sikerrel rendezte meg az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítást, valamint a hozzá kapcsolódó szakmai tanácskozásokat. A programkínálat egyszer adott élményt és tudást a laikus nagyközönség tagjainak és a szakavatottaknak is. Olyan egyre időszerűbb témák kerültek a közérdeklődés homlokterébe, mint természeti értékek megismerése és védelme, a fenntartható vadgazdálkodás, a halgazdálkodás, az erdőgazdaságok és a nemzeti parkok munkássága. Az elmúlt években számos előrelépést, eredményt értünk el az ágazati irányításban. 2017-ben létrehoztuk a tájegységi fővadászrendszert, amely immár 5. éve sikeresen közreműködik a vadgazdálkodásban, segítve a vadászatra jogosultak munkáját, a minél eredményesebb, tartalmasabb vadgazdálkodásban, a vadgazdálkodók és természetvédelmi szervezetek összhangjának kialakításában és a vadászati kultúra megőrzésében. Megjelentettük az erdei vadkárfelvételi és értékelési útmutatót és az egységes mezőgazdasági vadkárfelmérési útmutatót, hogy érdemi segítséget nyújtsunk a vadkárok felmérésében és értékelésében, és ezzel egyszerre segítsük a vadász és a gazdász társadalmat.
Az idei évben újra alakítottuk az Országos Vadgazdálkodási Tanácsot és a Területi Vadgazdálkodási Tanácsokat. Az ágazati szereplők gyakorlati tapasztalatai és javaslatai alapján a közelmúltban módosítottuk a vadászvizsgára vonatkozó rendeletet. A megjelent új rendelet egyértelműen szabályozza a vizsga követelményeit, a vizsgát megelőző kötelező tanfolyam menetét, a vizsga szabályait és rendjét. Biztos vagyok benne, hogy így még alaposabban felkészült, a biztonságot és etikát előtérbe helyező vadászokat köszönhetünk majd az újdonsült vadászok soraiban. Tisztelt vadászok! A vadászat sokak számára aligha képzelhető el vadászkutya nélkül. Jó hír, hogy 2020-tól az egyik őshonos magyar kutyafajtánk az erdélyi kopó is alkalmazható terelővadászatokon. Bízunk benne, hogy ez hozzájárul a fajta megőrzéséhez, törzskönyvezett egyed számának gyarapodásához. Örömmel számolok be arról is, hogy a közelmúltban hatályba lépett vadászvizsga rendelet rendelkezik többek között a magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgáról is. Így már az utolsó akadály is elhárult a magyar agárral történő vadászat útjából, és az a régi, tradicionális vadászati mód újra gyakorolhatóvá vált. Ezek az újabb lépések hagyományaink megőrzéséhez szükségesek. Most, hogy a vadászat helyzetét áttekintve számba vettük a hogyan és a mivel kérdéseit, joggal kérdezhetik, hogy és mire? Valószínűleg mindnyáján ismerik az anekdótát, miszerint IV. Henrik francia király gyóntató atya méltatlankodva kiáltott fel az egyik ebédnél: Toujours Pedri, azaz mindig a fogoly. De jó is lenne, ha újra így méltatlankodhatnánk. A szürke fogoly hazai állománya ugyanis az átalakuló mezőgazdasági és klimatikus viszonyok miatt egyre csökken. Az Agrártárca tavalyi évben külön kutatási programot indított a faj megmentésére. Az eredmények ismeretében a következő lépés az egyedszám gyarapítására irányuló stratégiák kidolgozása és megvalósítása lesz. Összességében a 2021-22-es vadgazdálkodási évet sikerrel zártuk. Az ágazat mintegy 4 milliárd forintos nyereséget realizált. Mi továbbra is azért dolgozunk, hogy ez a folyamat folytatódjék. Az Agrárminisztérium a jövőben is partneri segítséget nyújt önöknek, legyen szó akár a hagyományőrzés szolgáló kezdeményezések, a vadgazdálkodási ismeretterjesztés szolgáló projektek támogatásáról, vagy éppen az aktuálisan jelentkező nehézségek kezeléséről, mint amilyen a mostani rendkívüli aszályhelyzet is. Ilyen szélsőséges körülmények között még nagyobb hangsúlyt kap a szakszőri és gondos vadgazdálkodás. A károk enyhítése közös érdeke mind a vadgazdálkodóknak, mind a gazdáknak. Tisztelt vendégeink! A vadászat nem csak kultúra, hagyomány és természetvédelem, hanem egészséges élelmiszert is előállító tevékenység. Egy újabb alkotó tevékenység. Immár 15. alkalommal gyűltünk össze, hogy ünnepeljük a világhírű vadgasztronómiánkat, megkóstoljuk és népszerűsítsük a hagyományos, vagy éppen újra gondolt vadételeinket, a konyhaművészet páratlan remekeit. Jól tudjuk, a vadhús fogyasztása számos élettani előnyökkel is jár. Az elmúlt években egyre több kezdeményezés irányul arra, hogy bemutassuk és népszerűsítsük a vadhúsfogyasztás páratlan előnyeit. Vadászok és séfek segítik ebben a munkát. Fesztiválokon, bemutatókon ismerhetjük meg a gasztronómia eme pazar világát, és szakácskönyvek adnak hasznos ismereteket. A vadhús szeretetének, illetve fogyasztásának népszerűsítésében a Vadex Mezőföldi ZRT-nek kiemelkedő szerepe van, ezúton is szeretném ezt megköszönni. Kívánom önöknek, hogy a 15. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon és Fejér megyei vadásznapon kóstoljanak minél több incsinkladozó vadételt, próbálják ki bátran az új ízeket. Bízom benne, hogy a finomságok révén újabb híveket szerez magának a világhírű magyar vadgasztronómia. És kívánom azt, hogy tudjuk szélesre tárni, minél jobban kitárni mindenki előtt magát az erdőt. És ha már feladatot szabunk egy-egy ilyen együttlétkor is, az ünneplésre helyezzük a hangsúlyt, figyeljünk a jövőre is, figyeljünk az új generációkra. Valljuk be, hányunk könyves polcain ott vannak nagyon régi híres íróink vadászkönyvei. Azok az élménybeszámolók, amelyek irodalmi munkásságból, irodalmi szinten íródtak meg. Adjuk
a gyermekek kezébe ezeket a könyveket. Ne porosodjanak a könyvespolcainkon, hanem ajándékozzuk számukra ezt. Hogy tudják a könyv lapjain is, az irodalom által is magukhoz közelebb hozni, felfedezni magát az erdőt, magát a természetet, hogy kedvet kapva kijöjjenek és tapasztalhassák meg a fizikai valójában is, hogy mi csoda a magyar természet. A rendezvény céljai között mindig kiemelkedő fontossággal bírt a magyar vadászati kultúra és a hazai vadgasztronómia szoros kapcsolatának emberközeli, közérthető és élményekkel fűszerezett bemutatása, ami az idén is megvalósult. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten pénteken, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.